az első kérdésem az lenne, hogy ki és milyen alkalomból szervezte meg ezt a fórumot, és mi volt ennek a célja? Hogy ki szervezte meg, azt pontosan nem tudom, gondolom, hogy a házigazdák a Dentalpra szervezhette meg, és mint minden ilyen fórumnak az a célja, hogy a szakmai vezetőket, az állam részéről az egészségügyért felelős vezetőket meghívja, és hogy ők tudjanak egymás között beszélni, illetve hogy kollégák, fogorvosok tudjanak kérdéseket feltenni. Azt nagyon sajnálom, hogy ez gyakorlatilag egy kibővített sajtótájékoztató volt, nem pedig egy igazi szakmapolitikai fórum, hiszen akkor a fogorvosoknak lett volna, mert ez az igazi cél, hogy a fogorvosok, akiknek nincs igazából minden nap lehetősége találkozni egy államtitkárral, vagy az OEP vezetőivel, hogy föltehessék a kérdéseiket. Tehát akkor úgy gondolja, hogy a nyilvánosság nem tett jót ennek a... Nem, hát nem, éppen, hogy többen kellett volna, hogy itt legyenek, tehát éppen, hogy a nyilván, még nagyobb nyilvánosság és még nagyobb jelenlét, amikor azt a kérdést tette föl, hogy mi az értelme egy ilyennek, erre mondom, hogy ez lenne az igazi értelme. Ez se volt így rossz, de ez így nem egy szakmapolitikai fórum, hanem ez gyakorlatilag egy kibővített sajtótájékoztató volt tulajdonképpen. Értem. Sokszor esett az állami és a magánellátás közötti óriási különbségről, illetve az, hogy ez a szakadék egyre növekszik. Ön milyennek látja a magyar alapellátás helyzetét? Az alapellátással és annak finanszírozásával a legnagyobb gond az, hogy, és a fogorvosok ezt élik meg nagyon rosszul, hogy a 2000-es évek legelején, amikor ezeket a kassza számokat, forrásokat meghatározták, már akkor betettek egy különbséget az alapellátáson, tehát a házi orvosi, házi gyerekorvosi és fogorvosi alapellátás, ez a három része van az alapellátásnak, de betettek egy különbséget a fogorvosi és a többi közé, és méghozzá ez a különbség az volt, hogy azt mondták, hogy nem ugyanolyan arányban és módon fogják finanszírozni, mert hogy a fogorvosoknak jogszabályban rögzített módon lehetősége van egyéb bevételre legálisan szert tenni. Ezek az OEP által nem finanszírozott fogpótlások után a beteg által kifizetett térítési díj. Ezt én már akkor sem értettem ezzel egyet, de hogyha ezt most elfogadjuk egy rövid időre, hogy ez a finanszírozás különbségének az oka, akkor viszont formál logikailag sem felel meg, hogy innentől kezdve bármikor, bármennyi összeget az egészségügybe, alapellátásba betettek, és a fogászat is részesült ebbe, ugyanígy ezt a különbséget még egyszer meghatározták, és erre hivatkozva soha nem ugyanannyiban részesült a fogászat, mint az alapellátás többi része. És ezzel az a gond, mert mondom, ha ezt elfogadjuk, akkor is ezt egyszer lehet betenni, mert minden egyes alkalommal betesszük ezt a különbséget, ugyanerre az okra hivatkozva, az mit jelent, hogy az olló nyílik. És ez történik most is. Csak hogy mondjak konkrét számokat. Per pillanat, meg lehet nézni a költségvetés, per pillanat 97 milliárd van a házi orvosi rendszerben, és 10 milliárdot 2015-ben, és 10 milliárddal támogatták meg külön még ezen kívül. 2016-ra 107 milliárd, és plusz van megint ez a 10 milliárd. Tehát az már 117 milliárd forint. És a fogászati ellátórendszerben 26 milliárd forint van, és ott vannak 3300-an, tehát ez 656 ezer forint egy rendelőre számítva, egy hónapra vetítve. Hogyha ezt megnézzük a házi orvosi ellátórendszerben, a 117 milliárd forintot, a
6600, mert ők többen vannak, 6600 rendelővel, és egy hónapra levontva az 1.470.000 forint. Tehát több mint 800.000 forint különbség van, és ezt a 800.000 forintot képtelenség megtermelni, arra, ugye ez volt a hivatkozási alap a másfajta finanszírozásra, tehát ebből a bizonyos beteg által befizetett összegből képtelenség megtermelni. És jó, hogy van az ellátórendszeren belül, aki nem 650 ezeret kap, hanem 800 ezeret, de vannak, akik viszont kevesebbet, és ezért van az terület, vagy szakma specifikusan, ahol betöltetlen állások lesznek, mert egész egyszerűen nem megy oda senki arra a praxisra, hogy betöltse, és ott dolgozzon, mert egész egyszerűen nem jön ki. De megfordítom, hogyha azt vesszük, mert a fogorvosoknak nincsenek teljesíthetetlen, vagy olyan igényei, amelyek hát nem megalapozottak, hanem veszünk egy kórházi orvost, tehát az állami egészségügyben dolgozó kórházi orvost. Hogyha megnézzük, hogy egy kórházi orvosnak mennyi a bére a korosztályának megfelelően, járulékaival együtt, mennyi egy asszisztensnőnek a bére járulékaival együtt, na ez se nagyon jön ki ebből a bizonyos 6-700 ezer forintból. Értem. A következő kérdésem az az lenne, hogy Magyarország az elmúlt évtizedekben elég rossz helyen szerepelt a különböző szájüregi rákok előfordulásában, európai, illetve világviszonylatban is. Azonban ez az elmúlt években úgy tűnik, hogy lelassulni látszik, illetve meg is állt a növekvés, és az államtitkárság részéről volt itt egy ötlet, hogy az alapellátásban jobban, tehát forrásbevonással segítenék azt, hogy a szomatonkológiai szűréseket gyakoribbá tegyék. Ön ezt egy jó ötletnek tartja? Minden, ami plusz forrásbevonást eredményez, az biztos, hogy jó ötlet. Itt a kérdés csak az, és azt lesz nehéz majd meghatározni, hogy lehet azt attól megvédeni a rendszert, hogy az valóban arra fordítódjon. Ez nem egyszerű, hogy akkor ez valóban adnak egy forintot, és az egy forint biztos, hogy a szájüregi rákszűrés vagy más prevenciós tevékenységre fordítódjon. Tehát mindenképpen emellé azért egy erős ellenőrzési rendszert is be kell iktatni. Értem. Az utolsó kérdésem a fogászati turizmussal kapcsolatos, azért a fogászati szakmában erősen jelen van, és az elmúlt 10 évvel ezelőtt ezt egy óriási lehetőségnek tartották Magyarország számára. Azonban itt kiderült, hogy eléggé átláthatatlan a rendszer. Önnek, mint a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának az elnöke, mi a véleménye a fogorvosi turizmusról? Szakmai szempontokat is figyelembe véve, hogy itt a minőség rovására mehet esetleg a kapkodás, vagy a határidők teljesítése. A fogászati turizmust, és először is szeretném leszögezni, hogy én egyáltalán nem vagyok szakértője a területnek, semmilyen adatom és információm nincsen, tehát én személyes véleményt tudok csak mondani. De azért ketté kell választani, tudnélik. Van a fogászati turizmusnak az a része, ami egyébként a legrégebbi, ami a határ szélén van, és gyakorlatilag Schengen bevezetésével, hogy a határok megszűntek, azt kell, hogy mondjam, az Ausztriából érkező páciensek, az pontosan olyan, mintha Budapest egyik kerületéből a másikba menne valaki. Tehát ugyanolyan, gyakorlatilag ugyanolyan kezelést lehet, tehát semmiféle kompromisszumot akár nem kell kötni. Az a fajta kezelés, az a másik, amikor a páciens busszal, repülővel sokkal távolabbról érkezik, és
és van egy kényszer, hogy ekkor elkezdtük, ekkor utazik a beteg, és el kell készíteni. Ez egyébként elsősorban régebben jelentett olyan kompromisszumos megoldásokat, amelyek szakmailag sokszor megkérdőjelezhetetlenek voltak. Ma már a rendelők nagyon sokszor beiktatnak egy közbülső lábat az anyaországban, ahol kifejezetten az ilyen korrekciókra, egyrészt a beteg megvizsgálására, még az utazás előtt, illetve az utókezelésre van alkalom, és ezért ezeket a kompromisszumokat így azért lehet jobban kiszűrni. De ismétlem, nekem nincsen semmilyen tapasztalatom és semmilyen információm a fogászati turizmussal kapcsolatban.